Én is Pécsed. 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 Én egész életemben mérnök szerettem volna lenni, vagy valamilyen szerelőember, de aztán bizonyos körülmények között lehetett választanom a jogi egyetem és az orvostudományi egyetem között. Ide kerültem, be kell vallanom az első évet, azt úgy átvészeltem, de az első év végére már meglett az otthonom, elkezdtem dolgozni a Pécsi Élettani Intézetben, és attól kezdve a 6 év az csak úgy gyorsan eltelt. Minden ide költ, az összes, amit tudok, azt gyakorlatilag így szedtem össze. Ez egy olyan fantasztikus időszak is volt, a Grastyán Endre professzor vezetése alatt egy olyan jó kis munkacsoport alakult ki, ahol mérnökök, matematikusok, magamfajta TDK-sok egyenlő ellenfélnek számítottak. A tanulás akkor egészen máshogy nézett ki, mint például a mai PhD rendszerben. Ezt mindenhol írtam is róla, hogy az összes tudásomat tulajdonképpen Grastyánnal töltött ebédeim alatt szedtem össze, ahol annak az elegye az ilyen típusú oktatásnak az volt, hogy nem az anyagnak az átadása volt a professzor részéről a cél, hanem a megértés. Így aztán eltörtettünk perceket, néha órákat, és addig voltak hajlandók velem foglalkozni, amíg el nem jutott a gondolat hozzám. Ez nagyon ritkaság, ezt próbálom megvalósítani az én csoportomban is, én minden nap, mai napig is, ha otthon vagyok, együtt ebédelek a csoportommal, ahol néha más munkacsoportok is vannak, és ott mindenféle program nélkül gondolunk arra, hogy hogyan lehetne a tudományt még jobban, még gyorsabban, még hatásosabban előre vinni. Egy egyetemben azt mondják, ha van 3 karizmatikus ember, az már egy nagyon jó egyetem. Hát nálunk több is volt. Sorolhatnám a neveket, de mondom, ugye Grastyán, Lisák, Donhofer, Szilárd, Romhányi, a 3 Béla, tehát itt nem 3, hanem sokszor 3 kiváló professzor, kiváló oktató volt.